Remélem hoztatok most is magatokkal páran cumit. A cumi fa avató ünnepségen a gyerekek a szülőkkel közösen fára fűzték a cumiukat. Tettüket oklevéllel és apró ajándékkal jutalmazták. A program célja, hogy a cumizó kisgyerekek játékos formában válhassanak meg kedvencüktől. A felállított fa jelképezi azt a helyet, ahol a gyerek otthagyhatja a saját cumiját. A szakemberek szerint 3 éves korra célszerű, hogy a gyerekek letegyék a cumit. Különböző praktikák vannak, amivel ezt el lehet érni. A legfontosabb, hogy a gyereknek saját belső motivációja legyen. A cumit soha nem szabad úgy elvenni, hogy erőszakból, mert akkor valamilyen negatív lelki traumát is okozhatunk a gyerköznek, tehát mindig valamilyen kompromisszumra törekedjünk, együtt beszélgessünk a gyerekkel erről a témáról, és próbáljuk elérni azt tényleg, hogy egy belső motivációt érjünk el nála, és ő önállóan tegye le, és döntsön úgy, hogy nem kell neki többé. Nagy Katalin logopédusként a cumi ártalmas hatásaira is szeretné felhívni a szülők figyelmét, ugyanis 2 éves kor után már káros lehet a gyerek egészségére. Ha valaki túl sokáig használja, rendellenesen fejlődhetnek a fogak, az állkapocs és a nyelvizmok, ez később akár beszédhibákhoz is vezethet. Logopédusként mindig próbálom ezt hangsúlyozni, hogy a cumi nem csak a fogakra ártalmasan, hanem a ínyezetre is. Tehát az ínyezet az lágy szájpadlást is, az ívét megváltoztatva, az összes hangra szinte kihatással van. Ezért egy olyan későbbi igaz negatív hatása lesz, amit csak ennyivel, hogy letesszük a cumit, megakadályozhatnánk. Legyünk momi barátunk! Táncolj velünk, s meglátod, hogy jó lesz a kedved, a színektől kitárul a szív, táncolj! Az eseményen a gyerekeket a glamour zenekar szórakoztatta, emellett a legkisebbek csillámtetoválást kaphattak, és arcot festettek nekik.